Jónás. Jónás. Ki van ott? Ki szólított az előbb? Én vagyok. Uram! Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiásd ki ítéletem, mert gonoszságuk felhatolt elém. De uram, ellenségeink laknak ott, azok, akik gonoszul legyilkolták a népedet. Megérdemlik a haragodat, hiszen átkozzák a te nevedet, és nem is érdemelnek bocsánatot, uram! Jónás. Nem! Nem akarok! Nem megyek Ninivébe! Jónás! Pusztítsd el a várost, uram, ha ezt akarod, de kérlek, engem hagyd ki belőle! Ez a könyv hozzám szól, soha nem múlik el. A történet életre kell. Szuperbó! Szuperbook, a könyvek könyve. Te is láttad, mit művelt? Óvatosan, Gizmo! Mindent kézben tartok, Joy! Ez meredek volt! Nem tudod kormányozni? Az Gizmo dolga. Jaj, ne már! Jaj, megállj! Ne, nem azt mondtam! Én inkább gyalog megyek az első órámra. A szelektív hulladékgyűjtés lesz a téma. Hulladékgyűjtés? Mondd, ez mivel is van? Eszedbe se jusson, Chris. Ez meg mi? A zseppénzeteket, ne a vacak 10 órait! Párizsi! Legközelebb $2 kérek, fejenként, érthető? És egy sütit. Klassz bringa. Valaki elfelejtette leláncolni. Biztos, hogy Sharont láttad? Ő volt a Stravis igazgatónő, állandóan rosszban sántikál. A múlt hónapban ő dobta be a táskámat a medencébe. Folyton be kell őt hivatnom magamhoz. Talán ezúttal segíthetnénk, hogy jó útra térjen. Ezt most nem értem. Mi lenne, ha ketten beszélnénk vele? Hát, ha bevallja, hogy mit tett. Hogy bevallja? Hiszen egy csaló. Lehet, hogy a büntetés mélyebbre taszítja ezen az úton. Találkozunk iskola után. Próbáljuk meg először így. Mi lenne, ha beszélnénk Hoppal? Itt az ideje leckét írni. Szerintem jó lenne. Igen. Siessünk arra. Szia, Joy. Jó, menjünk. Mi újság? Nem hiszem el. Hát ebben a suliban már mindent szabad. Sharon Myers ellopott egy biciklit fényes nappal, és Miss Travis hagyja, hogy megúszza az egészet. Meg akar könyörülni rajta, vagy mi? Az ilyen lányokat, mint Sharon, Móresre kéne tanítani. Szuperbook! Visszaviszlek titeket az időben, hogy találkozzatok egy emberrel, aki elfutott Istenemről. Előbb neki kellett megtapasztalnia a könyörületet, hogy aztán ő is könyörülhessen másokon. Nem kell infoszkenner ahhoz, hogy megmondjam. Egy hajón vagyunk. Kell egy kis idő, míg szilárdan megállok a lábamon. Ez a kalóz szilárdan áll a lábán. A talpa hullámálló, jó a tapadása, és adtak hozzá ilyen kis horgonyt is. És a legjobb... Hú!
Ti ott! Gyertek le, mielőtt a hullámok lesodornak titeket! Vigyázzon! És tényleg hallottad Isten hangját? Igen. Azt mondta, menjek Ninivébe, abba az istentelen bűnös városba. Ők a népem gyilkosai. De Isten azt akarta, figyelmeztessem őket, hogy ítélet jön rájuk. De mégis miért? Hogy megbánják, bocsánatot kérjenek, és aztán kegyelmet kapjanak? Hát azt már nem. Legfőbb ideje, hogy eltűnjenek a föld színéről. Jól értem, hogy Isten elől futsz. Csak hogy tisztázzuk, egy mindentudó Isten elől elbújni teljesen lehetetlen. Búj! Erre már kezdek rájönni én is. Hol van Jónás? Hol van Jónás? Hol van? Keressük meg. Meg! Hol van? Itt van, megtalálta. Hú, azt a részágyúját. Kért számon, kapitány. Hogy alhatsz ekkora viharba? Felkelni, imádkozz Istenedhez. Hát, ha meghallgat és megkíméli az életünket. Kérdezzük meg Istent, hogy ki miatt kerültünk ilyen bajba. Micsoda rettenetes vihar. Most meg mit csinálnak? Ne hagyjuk meg mindnyájan egy embernek. Vessünk sorsot. Biztos ki akarják teríteni, hogy Jónás okozta el a vihart. Jónás a bűnös! Miért tört ránk ez a szörnyű vihar? Ki vagy te? Mivel foglalkozol? Mégis honnan származol? Melyik nép fia vagy? Héber vagyok, és az urat szolgálom, a mennyurát, aki teremtette a tengert és a száraz földet. Látjátok? Tényleg az ő hibája! Korábban elmondta nekünk, hogy az Isten elől menekül. Miért tetted? Mit tegyünk hát, hogy megszűnjön ez a vihar? Dobjatok a tengerbe, és akkor elcsendesül a vihar. Ne! Tudom, hogy miattam jött ez a csapás rátok. Kell, hogy legyen más megoldás. Tűntessük el a hajóról! Vízbe veled! Vízbe veled! Tengerbe veled! Ne, várjatok! Ez a megoldás. Meg kéne válogatnunk a barátainkat. A Héber barátai vagytok? Ezt a hármat is vigyétek! Gyerünk! Gyorsan! Gyerünk gyorsan! Vigyázz! Vigyázz! Ó, Uram! Ne engedd, hogy oda vesszünk ennek az embernek a bűnei miatt! És ne vonj minket felelősségre a haláláért! Bizonyára okkal küldted rá ezt a vihart! Ó, Héberek istene! Tengerbe velük! Annyira sajnálom, gyerekek. Ne aggódj emiatt. Látod, a vihar is elcsitult. Minden jó, ha a vége jó, szoktam mondani. Chris, egy hatalmas teremtményt azonosítottam be 3 őre alattunk. Ha?
És még azt hittem, a hal csak kívülről nyálkás. Ez elképesztő. Katasztrófa történik, bárhová megyek. Ezt nem fogom kibírni. Jónás, ha Isten holtan akarna látni, már halott lennél. Szerintem inkább meg akar menteni téged. Legközelebb dobhatna inkább egy mentőmellényt. Pont az ellenkező irányba futottál, mint ahová Isten küldött téged. És nekem nagyon úgy tűnik, hogy vissza akar terelni a helyes útra. Még mindig a nyomomban jár. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott. A Seol torkából sikoltottam, és te, Uram, meghallottad. Ha? Olyan, mintha megfordultunk volna. Meglepődtél? Mert mélységbe vetettél engem, és körülfogott engem a víz. Elvettettem szemeid elől, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. Mindazáltal kiemelted éltemet a halálból, ó Uram Istenem! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád a te szentséged templomába. Akik hamis bálványokat imádnak, elhagyják boldogságukat és Isten kegyelmét. De én hálaadó szóval áldozom néked, dicséretet éneklek neked. Megadom, amit fogadtam. Mert az én szabadulásom csak az Úrtól van, egyedül. Statikus mozgás? Úgy érted, épp most hánytak ki minket? Kelj fel! Menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd nekik azt a beszédet, amit én parancsolok néked. Irány Ninive! Bár nem érdemlik meg, hogy figyelmeztessem őket. Istenem, Izrael istene küldött, hogy szóljak hozzátok, mert látta a ti gonoszságotokat. Hát ez meg miről beszél? Ki ez? Mi? Hát ez kicsoda. 40 nap van hátra, és Ninive elpusztul. Mit mondott? Elpusztul. Amit nem lehet. Szerintem Jónásnak nem lesz sok barátja ilyen szónoklattal. Nem hiszem, hogy Isten barátkozni küldte volna Ninivébe. Köszönöm, apa! Jónás szerint a niniveiek az ellenségei. De ők is emberek. Halld meg, ó Ninive! Napjaid meg vannak számolva.
A várost mennyei sereg fogja elpusztítani, ami akkora lesz, amilyet a lakosai még soha nem láttak. Bizony többen lesznek, mint Szíria összes ellensége együttvéve. Jónás, ha Isten neked is megkegyelmezett. Igen, megmentett a viharban. És kihozott annak a hatalmas halnak a gyomrából. Miért ne kegyelmezne meg Ninivének is? Mármint, ha megváltoznának. Ne is mondjatok ilyeneket! Ezek az emberek nem érdemelnek megbocsátást. Akkor sem, ha tiszta szívből kérjük. Ó, proféta, hallottuk szavaidat. Böjtölünk és zsákruhába öltöztünk. Hamut szortunk a fejünkre, és bűnbocsánatért könyörgünk. Látnod kellene. Szavadat egész Ninive meghallotta. A legnagyobbtól a legkisebbig. Az nem lehet. Még a királyunk is hallgatott rád. A mai napon parancsba adom egész Ninivének, senki, még az állatok, az ökrök és a juhok se egyenek és igyanak semmit. Öltözzön mindenki zsákruhába, és kiáltsatok Istenhez. Térjen meg mindenki az ő gonosz útjáról, és az erőszakosságból. Ki tudja, talán megengesztelődik az Isten, elfordul haragjától, és nem veszünk el. Nagyon ki van akadva valamiért. Hát, már letelt a 40 nap, és mindenki megtért. Nem megmondtam neked otthon, hogy ez lesz, uram. Ezért akartam inkább Tarsisba menni. Mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Nagy türelmű, irgalmas és a gonosz miatt is bánkódó. És persze nem akarod elveszteni az embereket. Bár csak inkább meghalnék. Szerinted igazad van, Jónás? Megtettem, amit Isten kért tőlem. És ezt a növényt növesztette, hogy megoltalmazzon a hőségtől. És ugyanezt a kegyelmet mutatja Ninive minden bűnöse felé is. Hol itt az igazságosság? Én is mindig azt hittem, hogy ha valaki valami rosszat csinál, meg kell büntetni. De amikor én tettem rosszat, úgy örültem, hogy Isten megbocsátott. Hát nem vagyunk mi jobbak, mint azok az emberek! Ennyit az árnyékról. Nézek valami fedezéket. Legalább ennyit meghagyhattál volna nekem, uram. Elvetted az egyetlen végaszomat. Jogosan haragszol a növény miatt, Jónás. Te sajnálod a növényt, amiért nem fáradtál, és amit nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. Én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 120 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Elfogadom Isten bocsánatát, akkor nekem is meg kell bocsátanom másoknak. Még Sharon Myersnek is. Superbook!
Bocs is, srácok. De azt hiszem, nekem van még egy kis dolgom. Sharon, nem tudsz valamit arról az ellopott bicikliről? Ezt miért tőlem kérdezed? Lehet, hogy valaki tévedésből vitte el. És még van idő, hogy helyrehozza a hibát. Én voltam. Nem tudom, hogy miért. Butaság volt, és... sajnálom. Nagyon bátor vagy, Sharon. Nem foglak megbüntetni, ha segítesz visszaadni a biciklit a tulajdonosának. Azt hiszem, az menni fog. Ha Isten egy egész városnak megbocsátott, akkor én is adhatok Sharonnak egy második esélyt. Akkor irány haza! Én most inkább sétálnék. Van, mint gondolkodnom. Ahogy akarod, Joy. Nem tudod, mit hagysz ki. Elég volt! Én inkább Joy-jal megyek. A séta jó ötlet. Bizony, egészséges. Segíti az emésztést. Magyar hangok. Gerő Bence, Bekár Adrien, Szokol Péter, Mihály Győző, Seder Gábor, Barbinek Péter, Mezei Kitti, Magyar Bálint, Bolla Róbert, Papucsek Vilmos, Kisfalusi Lehel, Katona Zoltán, Gubányi György István, Barabás Kis Zoltán, Tokai Csaba, Háda János, Lakló Taladár, Hámori Eszter, Kökényes Jávi. Magyar szöveg Szekeres Katalin, gyártásvezető Bárány Judit.
rendezőasszisztens Dohi Erika és Király Csaba. Szinkronrendező Mészáros Károly. Ez a könyv hozzám szól, soha nem...